Hazánkban Kiskörösön és környékén volt és van a mai napig is a legtöbb kadarka ültetvény. Pályája a termesztés technológia változása, a modern szőlőfajták térhódítása, valamint a szőlő gazdaságtalan termesztése miatt megtört, majd gyors hanyatlásnak indult. Akadtak azonban olyan szőlőtermelők, borászok, akik nem hagyták veszni a múlt ezen kincsét. Ma már egyre több borvidéken telepítenek kadarka szőlőt, és újra visszakerül megérdemelt helyére ez a majdnem elfeledett fajta. Nagyon-nagyon nehéz műfaj. Nem is menne többet belőle telepíteni, mert költséges a termesztése, és a maga a piacon is a megjelenése nem olyan egyszerű. Szóval nem bízném, hogy a kadarkába el tudnak annyi palac számú mennyiséget, mint egy Cabernet Sauvignonból a forgalmazók. Bízom benne, hogy közeljövőben a fogyasztók rájönnek, hogy a kadarka az hungarikum. Kadarka az a miénk, és ezt kell fogyasztani. Ha már vörösbort iszünk, akkor legyen kadarka. A borverseny szakmai fővédnöke Légli Otto, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, társadalmi fővédnöke Trokán Péter, Jászai Mari díjas színművész volt. Mondják, és ez tényleg így van, hogy van a kadarkának egy ilyen egyéni kis bája, egy ilyen kis fűszeressége. Nyilván nem várunk tőle úgynevezett nagy társadalmat, de talán nem is baj. Én személy szerint a gyümölcsös, jól íható, de harmonikus borokat előtérbe helyezem. Ide minden évben eljövök, mert szeretem a barátokat, szeretem a borokat, szeretem a finom ételeket, most egy fantasztikus birkapörkölt etettem, és szeretem Istvánnak az állatatosságát, ahogy ő a céget vezeti. Nagyon picit tudok benne segíteni, akkor itt vagyok. És a barátság meg a bor meg a barátság nekem nagyon fontos. A csúcsbizottságot Fritman János vezette. A kadarkának én úgy gondolom akkor lehet piac térnyerése a gasztronómiába, ha nem a Cabernet Merlot borokkal akarjuk, vagy egy nagy kékfrankossal akarjuk megversenyeztetni, hanem tényleg egy más apropóból szeretnénk fogyasztani, nem vadételek mellé kell a kadarkát elsősorban készíteni. Én úgy gondolom akkor lesz a piacon térnyerése, ebbe az irányba is kell vinni a kadarka készítés meggyőződésem. A borversennyel egy időben kezdődött szakmai beszélgetés témája a mi kadarkánk volt. A kerekasztal beszélgetés vendégeit Gál Péter eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár köszöntötte, aki a kadarka jelentőségéről beszélt. Kihangsúlyozta a kadarka eredetvédelmének fontosságát. A beszélgetés során szó esett még a kadarka ültetvény terület kiválasztásáról, művelési módjáról, növényvédelméről és a borászati technológiájáról is. A borverseny kadarka nagydíját a Balla Géza pincészet nyerte el a romániai Ménesi borvidékről. A második legszebb kadarka az Egri Borvár Tóth Ferenc pincészetéjé, a harmadik legszebb pedig ugyancsak az Egri borvidékről Hagymási József bora volt.